Újabb rekordot hoz az idei vakáció a táborozók számát tekintve, már több mint 230 ezer gyermek jelentkezett. A nyaralás költségét egyre több család szép kártyával fizeti. A tematikus táborok palettája rendkívül színes, azonban a legnépszerűbbek a sport és az idegennyelvi, valamint a katonai és honvédelmi táborok. Jönnek a részletek Zoltántól és vendégétől. A táborfigyelő.hu internetes oldal vezetője Tóth Béla a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jövő héten véget ér az idei tanév. Van, ahol már csütörtökön, van, ahol pénteken, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy már szombaton elkezdődik a szezon, már ami a táborokat illeti, akik most ülnének le a gép elé, és gondolkodnak el azon, hogy valamilyen táborba irassák a gyermeküket. Milyen lehetőségeik vannak? A kínálat az rendkívül széles, ugye 11 hetes lesz a vakáció, úgyhogy szükség is van rá, hogy sokféle tábor közül lehessen választani. Csak nálunk a táborfigyelőnél több mint 1000 táborturnus közül tudnak választani a tábort még nem választott szülők és gyermekeik. Viszont azt tudni kell, hogy ugye február közepétől elindult már az előfoglalási szezon, úgyhogy ebben a sok-sok táborban már csak 1, 2, 3, 5 hely van, szóval viszonylag korlátozott a szabad helyek száma. Úgyhogy aki jó áron szeretne minőségi tábort választani, annak érdemes minél előbb foglalni. Nem kell pánikba esni, de a napokban neki kéne ülni tábort választani. Nézzük akkor a ranglistát, legalábbis az egyik féle ranglistát, hogyan elhangzott, a sporttáborok továbbra is a legnépszerűbbek a gyerekek, és hát nyilvánvalóan a szüleik körében is, hiszen azért a szülőknek még komoly ráhatása van arra, hogy a gyerekek milyen táborba mennek. De ahogyan néztem a kínálatot, már nem csupán arról van szó, hogy a gyermek elmegy egy táborba, és ott megkap különféle sportszereket, és aki akar, az röplabdázik, aki akar, tollasozik, aki akar, focizik, hanem gyakorlatilag személyre szabott táborok vannak már a sporttáborok körében is. Ha csak két nagy példát kell kiemelnem, például a futball, ami az egyik legnépszerűbb sportág, a Juventus és a Barcelona is tart Magyarországon tábort. Így van. Nagyon sok minden változott, mi 18 éve figyeljük a táborokat, illetve gyűjtjük össze a biztonságos és élménydús vakációs lehetőségeket. És ami korábban az volt, hogy sporttábor, és az most is vannak ilyenek, sportágválasztó táborok például, ahol többféle sportot próbálhatnak ki a gyerekek, de jellemzően már külön specializáltan egy-egy sportra van, külön van kézilabda tábor, külön van labdarúgó tábor, vagy éppen kajakkenu, és így tovább, de ugyanez vonatkozik az összes többi táborra. Nem zenei tábor van, hanem külön van fafúvós tábor, külön van részfúvós tábor, külön van hegedű tábor, és így tovább. Magyarul egyre kisebb, szűkebb réteg az, amit kínálnak a táborszervezők, hogy abból, ami igazán érdekli a gyermeket, abból a lehető legtöbbet tudják adni nekik, és a legtöbb élményt tudják biztosítani számukra. Az idei évben emellett még nagyon érdekes a témákat tekintve, hogy egyre több meghökkentő, különleges vagy éppen extrém tábor jelent meg a kínálatban. Van például a fővárosi vagy nagyvárosi gyerekek részére olyan tanyasi táborunk, ahol van tanyasi olimpia, vagy éppen a tábor leírást idézve paraszt wellness sportjait. Pont erre akartam rákérdezni, mit lehet csinálni egy ilyen táborban? Van parttábor is. A juhok terelésétől az állatok etetésén át nagyon sok praktikát, trükköt tanulnak meg a vidéki életből, ami lehet, hogy egy vidéki gyermek részére teljesen normális és természetes, de a nagyvárosiak kevésbé találkoznak ezekkel. De hogy maradjunk ennél, például a modern területről van dróntábor, robotikatábor, mesterséges intelligencia tábor, vagy éppen mikrocsippő vezérlő tábor. De a harmadik legnépszerűbb tábor téma ugye a katonai és honvédelmi táborok közülük. Van például olyan extrémebb dzsungel körülmények között megszervezett katonai táborunk, ahol kifestett arccal, egyenruhában, gumipuskákkal rohangálnak az erdőbe a gyerekek, vagy éppen olyan kiképző táborunk, ahol egy hetes turnusok helyett egy hónapos turnusok vannak, azaz elvisszük a gyermeket, és egy hónap múlva megyünk érte. Szóval gyakorlatilag nincs már olyan tábor téma, akár különleges, akár klasszikus, ami, hogyha érdekli a csemeténket, akkor ne találnánk rá vakációs lehetőséget. Az egyik fontos szempont a szülők részéről, amikor tábort választanak, az a tábornak a díja. Mennyire kell mélyen zsebben nyúlnia valakinek, hogyha most az extremitásoktól eltekintünk, és nem egy vitorlás tábort nézünk, hanem egy általános tábort egy hétre? Azt kell mindenképpen kiemelni, hogy a táboroztatóknak a költségei, mint a bérleti díj, a gyermekétkeztetés, az állatkerti múzeum, vagy a strandbelépőknek a költsége, ez mind emelkedett. És ennek egy részét, és ez a hangsúlyos, hogy egy részét csak beépítették a táborok árába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15%-os áremelkedéssel számolhatnak a szülők. Számszerűsítve ez a napközis táborok esetében átlagdíjra 45 ezer forintot jelent egy hétre, míg az ottalvos táborok esetében 70 ezer forintot kalkulálhatnak egy turnusra a családok.
de nagyon széles az árolló a táborok piacán. Van nálunk a táborfigyelőn olyan ottalvos tábor, akikkel több mint 10 éve dolgozunk együtt, imádják a gyerekek, és 32 ezer forintba kerül egy hétre, de olyan táborunk is van, ami több mint 300 ezer forint, és a két szélsőség között folyamatosan vannak árszerint táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcájához leginkább passzolót. Én csak annyit javaslok, mint utolsó gondolat ehhez, hogy ne csak ár alapján válasszanak a szülők, ha tehetik, hanem ár érték alapján. Attól lesz értékes egy tábor, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, akkor fogják igazán jól érezni magukat. Ha már az értéknél tartunk, akkor azt, hogy mit ad a szülőknek az az időszak, amíg a gyermek táborban van, az tapasztalatból tudom. De mit ad a gyermekeknek? Meg lehet azt fogalmazni, hogy egy jól megválasztott tábor, talán így helyes a kérdés, annak milyen hosszú távú hatása lehet? Alapvetően ugye azt látjuk, hogy én azt szoktam mondani, hogy egy háromlábú székhez hasonlítható egy tábor, ugye egyrészt nyugalmat ad a szülőnek, hogy a gyerek biztonságban van és jól érzi magát, amíg ő dolgozik, a gyermeknek ugye élményt és kikapcsolódást ad, és a másik, ami nagyon fontos, amiről kevesebbet beszélünk, de nagyon hangsúlyos, a gyermek szocializációjában rengeteget segít, ugye egy teljesen új rendszerbe, új szabályok közé, új felnőttek, új gyerekek közé kell nekik beilleszkedni, és ez a fajta alkalmazkodó képesség, ez egy nagyon-nagyon pozitív hatás, amihez a későbbiekben is vissza tudnak nyúlni, és az önállóságukban is rengeteget segít. Ugye nem lesz ott vele anya és apa, hogy akkor itt van az oknit kisfiam, vagy vegyél föl egy új pólót, hanem ezeket ugye maguknak kell megoldani, és egyre jobban élvezik azt, hogy önállóak, ami pedig később a család életében nyújt hatalmas segítséget a szülőknek. Szűk egy percünk van hátra a műsorból, de talán ez egyik leglényegesebb kérdés, hogy hogyan lehet jól tábort választani. Hiszen előfeltétele annak, amiről mostan beszél. Így van. A legfontosabb az, hogy legálisan működő tábort válasszunk, azaz egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, mert ezen táboroktól elvárhatjuk azt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, minden program, amire a szülő fizetett, az megvalósuljon. Vagyis számlát kapunk már az előlegről, van egy megállapodás a szülővel, akár a jelentkezési lap is lehet. Tudom, hogy ez egy nagyon macerás munka ennek utána nézni, mi a táborfigyelőnél annyit segítünk, hogy ez a több mint 1000 tábortúrnus, ami nálunk elérhető, ezeket egyesével ellenőrizzük a szülők helyett. Ezek mind legálisan működő táborok, de hogyha máshol keresnek a szülők, én annyit kérek, hogy nagyon alaposak legyünk, hogy tényleg arról szóljon a vakáció, miről kell. A szülőnek nyugalom, a gyermeknek pedig élmény. Jövő héten indul a vakáció, vannak még akkor tehát kiadó szabad helyek. Tóth Bélának köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Én is nagyon köszönöm.